Nagyon jó visszatérni Dombóvára, köszönjük a szeretetet, és hogy ilyen sokan itt vannak, itt vagytok velünk. Fiatalok, idősebbek, középkorúak, úgy érzem, hogy az irodalom és a zene tényleg mindannyiunk közös, ugye, és bárhányszor itt vagyunk Dombóváron, ez mindig bebizonyosodik, hogy itt az, ami összetart bennünket, a kíváncsiság, az olvasásnak és a zenének a szeretete, ez kézzelfogható és tapítható. Ezúttal a dombóváriak töltődhettek Fűr Anikó, Jászai Mari díjas színművész, valamint Rutka Róbert zeneszerző és zenész trialógusával a Művelődési Házban. Mondhatom, hogy szinte már visszajárok, vagy hazajárok Dombóvára, nagyon jó itt lenni, halljuk hátul, épp az egyik fellépünk Rutka Róbert hangolódik a mai programra, délelőtt van, itt vagyunk Dombóváron, a Művelődési Házban, ami által mindjárt megtelik. És ez most egy országjárás, egy hosszú folyamatnak a része az, hogy először a fővárosban, irodalomórák, esti rendezvények, utána Kárpát-medencében, és aztán pedig így országszerte elindultak ezek a találkozási lehetőségek. Most november óta vagyunk úton, legfőképp kistérségekben látogatunk el, és olyan közönséget igyekszünk megszólítani, aki nyitott az irodalomra és az összművészeti programokra. A sorozatnak az a neve a Sanctum, ami több dolgot akar, számomra egy ilyen gyerekkori ötlet vagy kérdés, hogy mit jelent az, hogy szentély, mi az a szentség, és hol van ez a mi életünkben, hogy felismerjük-e azt, hogy például művészettel foglalkozni, vagy a művészetet beemelni a mindennapi életünkbe, az lehet egy szanktum, amit mi magunknak teremtünk, ha elhisszük, hogy az állandóság az egy versben, egy képzőművészeti alkotásban, vagy egy dalban van, ami elkísér minket. Úgyhogy ezzel a szanktummal járjuk most az országot, és jó visszatérni olyan helyekre, ahol már korábban tartottunk előadásokat, vagy rendhagyó irodalomórát, mint itt Dombóváron. Két vendégünk van a mai fellépésen, Fűr Anikó színművész és Rutka Róbert zenész, zeneszerző, akikkel egy olyan programot hoztunk most ide, amiben egyszerre megjelenik a mai életükre való reflexió, hol van ez zenész életében egy vers, mennyire más egy dalszöveg, és mennyire más egy vers. Ugye Robinak az élete tele van írókkal való együttműködéssel, filmekkel, nagyzenekari produkciókkal, most épp egy oratóriumot csinált, tehát csodálatos alkotásai vannak, Anikót pedig szerintem nem kell bemutatni, a színpadról tökéletesen ismerjük, és nem csak színészi feladatokkal, hanem a dalok által is, amiket ő elő. Lesz itt egy közös szereplő, akit majd megidézünk többek között, Bereményi Géza, és olyan alkotók is, mint Szépernő, vagy Kafka Margit, vagy József Attila. Tehát igyekeztünk átfogó magyar irodalmi, vagy mondjuk 20. századi verseket hozni, amiket vagy szavalva, vagy énekben meghallhatnak a diákok, és lesznek olyan dalok, amik valamiféleképpen gondolkodásra ihletnek mindannyiunkat, úgyhogy sok mindennel készültünk, remélem, hogy mindenki szeretni fogja. Valamit hazaviszünk, és szerintem mindig ez a lényeg, hogy talán ezt keressük, ezért megyünk színházba, ezért megyünk koncertet, de talán ezért ülünk le a barátainkkal, a szerelmünkkel, a családunkkal beszélgetni, mert keresünk valami titkot, ami a bensőségességből, az életünk tartalommal való megtöltéséből származik, és hogyha egy programon valaki kap valamit, és mindenki gondolom mást, egy mondatot, egy olyan szót, egy olyan idézetet, ami az ő kis mozaikjaihoz hozzá tud tenni, akkor tényleg több az, ami, vagy aki távozik. Úgyhogy mindig ezzel a céllal indulunk neki, és nagyon bízom benne, hogy ez most is így lesz. Amikor ezt mondja valaki versek, hogy általában sajnos ez a nagyon kenetteljes, dögunalmas deklamálás jut eszébe az embereknek sajnos róla, és biztosíthatok benneteket, hogy ez nem így van. A vers az ösztön, a zsiger, az hempergés a földön, az ugrás a levegőbe, az fogcsikorgatás, az szerelem, az csupa testnedv, eleven élet, hogyha az ember igazából önmagába tudja szívni lényegileg. Így ebbe a zene és irodalom kapcsolatába kb. 2015 környékén csöppentem bele Grecsó Krisztián barátommal, azóta számtalan estet csináltunk, és Annával is ugye megismerkedtünk, vele is vannak ilyenek, hogy elhív engem Fűr Anikóval, Bereményi Gézával, Udvaros Dorottyával, ugye mert én írom a lemezeiket, vagy velük rengeteget dolgozom, és a zene meg a irodalma kapcsolódási pont, mivel hogy számtalan kortárs meg klasszikus költőt is megzenésítettem, ezért van miből meríteni, és van miről beszélni, azt gondolom, egy ilyen este folyamán. Én néha jobban szeretem, mint a nagy koncerteket, ahol a reflektorfény elvakít, látni az embereket közelről, és azt a hatásra, hogy felépülünk, és megérint őket a zeneszöveg együtt, és ahogy meg tudnak hatodni, ez nagyon-nagyon csodálatos dolog. Néha ezek a kisebb termek is sokkal többet adnak, mint egy, mondjuk egy arénás koncert. Azt gondolom, hogy
hogy innen lehet meríteni az embernek, mert egy zeneszerző is, hogyha írja a dolgait, a lemez hátulját nem nagyon nézik meg, számtalan filmzenét írtam, balett, stb. Nem biztos, hogy megvan az embereknek. Azt, amikor az ember felmegy a színpadra, ott kapja meg azt a csodálatos visszajelzést, hogy van értelmet csinálni. És ez olyan, mint egy kis küzdelem, tehát mindig érzi, hogy hol tartunk, és hogyha az este végén úgy megyünk mindig haza, hogy megnyertük a közönségben, látszik, hogy adtunk valamit, akkor van értelme az életünknek. A teltházas rendezvényről a vendégek hazavihettek a három művész szentélyéből egy darabkát, ami igazi lelki-szellemi töltődés volt.